A hatósági házi karantén bevezetésének nagy szerepe volt abban, hogy hatékony volt a védekezés, és hogy nem volt tömeges megbetegedés idehaza. A karantén betartásának ellenőrzése a rendőrség feladata, de május elejétől már egy magyar fejlesztésű mobiltelefonos applikáció is segíti a munkájukat. Eddig csak nem 18 ezer ellenőrzés történt így mobiltelefonon, és csak alig 3%-uknál volt szükség a rendőrök személyes megjelenésére. Április közepére alig 4,5 hét alatt készült el az az applikáció, amellyel a rendőrség a hatósági házi karantén betartását ellenőrzi. A program használata önkéntes, az ellenőrzés hely meghatározással és arcfelismeréssel történik. Egy nagyon egyszerű sárga gomb, ami távellenőrzés gomb felirattal rá kell nyomnia. A távellenőrzés ilyenkor fölhozza a kameráját, bele kell nézni a kamerába, akkor kiírja az alkalmazás, hogy arcellenőrzés sikeres. Ilyenkor történik egy arcfelismerő, saját arcfelismerő szoftverünkkel egy arcfelismerés. Majd a GPS adatoknak a megadása is, hogyha sikeres, tehát azon a helyen van, ahol neki házi karanténba kell lennie, akkor történik egy sikeres távellenőrzés. Jelenleg több mint 11 ezeren vannak hatósági házi karanténban. A házi karantén rendszer applikációt mintegy ezeren használják aktívan, és már több mint 2000 felhasználó regisztrált. A programmal eddig mintegy 17.500 ellenőrzést hajtottak végre. Ezek 3%-ánál volt csak szükség személyes rendőri jelenlétre, így a felszabadult erőforrásokat a járvány elleni védekezés más területeire tudta fordítani a hatóság. A rendőrségnek ez nem kis kihívás, hiszen ha belegondolnak, akkor mondjuk egy pár héttel ezelőtt még se Magyarország teljes schengeni belső határszakaszán ellenőrzéseket hajtottunk végre. Emellett természetesen a kiárási korlátozások szabályrendszerének a betartatásában is részt vettek kollégáim, és hát ne felejtsük el, hogy a napi rendőri munkát is el kellett végezni. Az a magas szintű technológiai és biztonsági protokoll, amit a programhoz kifejlesztettek, akár a közigazgatás vagy az élet más területein is alkalmazható lesz a jövőben. A parkolási rendszerek ellenőrizhetősége, a rendelkezésre állása egy ilyen típusú dolog, a személyes, illetve a közigazgatási ügyintézés kapcsán az azonosítás kérdése az, ami például ezen alkalmazáson keresztül is bebizonyosodott, hogy lehetséges ma mobileszközökön keresztül biztonságos formában. Az applikációban használt technológia iránt más országok, például Bulgária és Egyiptom is érdeklődik. A tervek szerint hamarosan ezekben az államokban is alkalmazhatják a programot.